Hogy kerül egy lány az olyan zöld asztalok környezetébe, ahol nem löködnek hosszú botokkal színes golyókat? Szóval, hogy mi az, ami megragad egy fiatal lányt az asztali teniszből elsőre? Érdekes, engem anyukám vitt Legödöllőn edzésre, ő szúrta ki, hogy indul ilyen gyerektanfolyam, vagy nem is tudom akkor ezt hogy hívták, tehát hogy lehet jelentkezni pingpongra. És nagyon nagy szerencsém volt, mert az Orgovány Imréhez kerültem, aki ott mindenes volt Gödöllőn, a felnőtt csapatot, a gyerekekkel is foglalkozott, és ő neki olyan kisugárzása volt, és annyira sok mindent tanultam tőle már az elején, tehát nagyon odafigyelt rám, hogy ott ragadtam, egyszerűen tetszett ez az egész, tetszett a hangulat. Én voltam szinte az egyetlen lány edzésen, úgyhogy a fiúk tényleg ott babusgattak, meg foglalkoztak velem, meg emiatt is alakult ki valószínűleg később ez a viszonylag fiús játékom. Úgyhogy azért ez meghatározó volt, hogy az első naptól kezdve jó kezekbe kerültem. Aztán fogtad magad, és 14 évesen felnőtt bajnokságot nyertél, és ugyanabban az időszakban pedig serdülő Európa bajnokságot, amit azért feldolgozni gyerekfejjel komoly intelligencia kérdése, mert ilyenkor a nagy rész az kicsit elszáll. Tehát én már Európa bajnok vagyok, felnőtt bajnok vagyok, hagyjatok engem békén. Hát igazából az volt, hogy én annyira gyerek voltam akkor még, hogy jó, serdülő EB-t, tök jó, hogy megnyertük élő Viviennel, a Rákos Adriennel a csapatot, Viviennel a párost, egyéniben is harmadik lett. De inkább egy olyan jó buli volt az egész, tehát hogy annyira nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, de egy picit el is szálltam, tehát ahogy mondod, hogy ez mekkora a dolog, hogy azért hú, milyen jó volt, himnuszt eljátszották, és akkor utána egy kicsit olyan lazább volt az ember utána. De az volt a jó akkoriban ott a statisztikában, mert ugye átkerültem oda 12 évesen, hogy annyian voltunk, hogy rögtön helyre tették az embert, tehát azért ott nem volt kett, mert az öltözőben mondtam, jó, hát akkor kicsit nyugodjak le, azért ez még, ennél még van feljebb is, és azért úgy, de mindezt nem durván, és nem úgy, hogy az embernek rosszul esett, hanem tényleg úgy ez a közösség, ez nagyon formálta az embert. Az mennyire játszott közre mondjuk ebben a sportágválasztásban, hogy abban az időszakban elég komoly aranygenerációja volt a magyar asztali tenisznek, Magos, Kisházi, Lothaller, és valahogy úgy tűnt nekem, hogy egy gyereknek akkor úgy nézhetett ki, hogy ebben a sportágban nagyon komoly perspektíva van, hiszen itt vannak ezek, akik mindent nyernek szinte. Igen, ebben ezt nagyon jól látod, és teljesen igazad van, és én úgy érzem, hogy azért az asztali tenisznek mi mindig megvan ez a hagyománya, tehát én úgy vagyok vele, hogyha ma egy gyerek elkezd pingpongozni, azért, hogyha jó kezekbe kerül és rendesen dolgozik és szorgalmas, akkor még mindig ott van az esély, hogy Európába oda keveredhessen, és ez nekem is ugyanígy volt. Tehát úgy egyenesen vezetett az út felfelé, és emlékszem, amikor 87-ben, amikor a Csilla, Bátorfi Csilla egyéni EB-t nyert, akkor egy újonc huszak volt az SMTK-ban, és apukám mondta, hogy játszik Csilla döntőt, bemondták a rádióba, és hogy siessünk haza Trabantba be, hogy megnézzük az ő döntőjét, és nem úgy, tehát láttuk, hogy nem fogunk hazajönni, és bekéreckedtünk talán az Eltére valóban a portás fülkébe, és ott néztük végig a portással együtt fekete-fehérben az ő meccsét, és hát ez egy akkora élmény volt egy ilyen korú gyereknek, mint amilyen én voltam, tehát ott 11-12 évesen egy ilyet így tévébe végigélni, és és azért látta az ember, hogyha esetleg én is szorgalmasan edzek, akkor benne lehet a pakliban, hogy majd egyszer én is oda keveredek. Tehát azért ez nagyon jó volt nekünk, hogy volt kire felnézni, kitől ellesni a tudományt. Akkor mit adtál volna azért, hogy mondjuk Bátorfival együtt párosban játszál egy világbajnokságon? Hát az annyira távolinak tűnt, ez ilyen korba bele se gondoltam, de hogyha belegondolunk, hogy utána 91-ben már vele párosoztam, tehát 4 évre rá már vele egy olasz nemzetközön együtt indultunk, amit meg is nyertünk, tehát ezek olyan dimenziók, olyan gyorsan történt minden, úgyhogy én nekem olyan szerencsém volt ezzel, hogy igazából törés nem nagyon volt a pályafutásomban, tehát újon serdülő és ifi végén már Csillával játszottam párost, tehát ez egy akkora, fel se fogtam akkor szerintem, hogy azért ez milyen gyorsan történik, és ott vagyok a női válogatottban, és románok ellen játszom az első meccset a BSE-be, tehát ez ilyen álomszerű volt az egész. Ő hogy kezelt téged? Nagyon sokat segített, de elég kemény volt vele az elején az együttműködés, tehát azért ő nem ez a babusgatós anyatípus,
de rengeteget tanultam tőle, és szerintem nem volt rossz, hogy ez így volt, de tehát, hogy azért voltak bizonyos szabályok, amit be kellett tartanom. Ő azért fantasztikusan céltudatos volt világ életében, tehát ha edzés után szervált, akkor az azért óra szerva volt, akkor mondta, hogy gyakoroljunk páros szervát, volt, hogy nem volt kedvem páros szervát, vagy más terveztem, de most páros fogunk gyakorolni, meg páros szervát, és ezek végül is mind kifizetődtek, csak emiatt voltak konfliktusaink, ugye én forró fejűen 17 évesen, nekem nem mondja meg a Csilla, hogy én mikor szerválok, de ez nekem nagyon jót tett, és így utólag visszanézve azért ez egy nagyon jó iskola volt, hogy tőle így személyesen megtanulhattam rengeteg mindent, hogy állok hozzá a meccshez, hogy készülök, mire figyelek, nagyon profi játékos volt. Úszók panaszkodtak, hogy balszerencsések voltak, mert abban az időszakban úsztak vegyest, amikor Darnyi Tamás vagy Egerszegi Krisztina. Köztetek volt valamiféle fajta rivalizálás? Tehát voltak olyan pillanatok, amikor esetleg azt érezted, hogy hopp, most talán legyőzhetném, vagy esetleg én lehetnék az egyesját, vagy szóval, hogy, hogy volt-e valami minimális, hogy ki a jobb, vagy éreztétek-e a mögöttetek a megítélést, hogy ki az első játékos, ki a második játékos, és ez hogy éli meg az ember? Igen, hát az az igazság, hogy most hazudnék, ha azt mondanám, hogy dehogy is, hogy minden olyan szép volt, és nem zavart minket, hogy ki játszik éppen jobban, de ez soha nem volt konfliktus forrás, tehát biztos, hogy mind a ketten jobbak szerettünk volna lenni a másiknál, és szerintem ez egy természetes emberi adottság, vagy tulajdonság, hogyha esetleg én nem annyira jól szerepeltem, de mondjuk inkább magamra voltam mérges, nem arra, hogy a fenelje meg a Csilla, mit tudom, én két körrel tovább ment. De hát ugye ez egyéni sport, mindenki megpróbálja a saját érdekeit nézni, de azért ezt mi nagyon korrektül tudtuk kezelni, és az nagyon jó volt, hogy ez a páros rovására soha nem ment, és most azon a bosszankodáson kívül, hogy én kiestem, vagy ő esett ki, én tovább jutottam, azért ez mindenki megtartotta magának, és nagyon elismertük egymást, tehát ezzel soha nem volt probléma. Serdülőként is, ifjúságiként is, felnőttként is nyertél egy szakajtó Európa-bajnoki címet, felnőttként azt hiszem hetet talán. Igen. És számtalan alkalommal megválasztottak az év asztali teniszezőjének, és hogyha ez nem Magyarországon történik, akkor mi most egy akkora házban beszélgetünk, és egy olyan libériás inas szolgálja fel a meleg teát, ami hát talán ellentételezné azt a rengeteg munkát, amit belefektettél ebbe az asztali teniszbe, hogy mikor szembesültél azzal, hogy hiába vagy Európa-bajnok, hiába van világbajnoki érmed, ez nem az a sportág, amiből Magyarországon nemhogy fényesen, hanem átlagos szinten meg lehessen élni. Figyelj, én ezt úgy látom, hogy én ettől a sportágtól iszonyú sokat kaptam minden téren, tehát most is úgy néz ki, hogy pályafutásom, tehát az aktív pályafutásom után is maradok az asztali teniszben, és tényleg nem panaszkodom, az én életem egy aranyélet, és nem kell hozzá libériás inas, hogy ezt belássam, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, tehát megvan, ami kell. Szerintem egy picit átlagon felül életet tudok élni, gondolok a jövőmre, félreteszek pénzt, hogyha majd már nem játszom, és a szüleimen is látom, hogy milyen becsülettel végigdolgozták az életüket, és azért voltak olyan időszakok, amikor én jóval többet kerestem, úgyhogy ők egyetemet végzett mérnök emberek, és úgy érzem, hogy a pingpong még mindig olyan helyen helyezkedik el, hogy van ennél rosszabban fizetett sportág, és természetesen van jobb is, ahol többet lehet keresni. Ha nem Magyarországon születek, talán egy picit többet kerestem volna, de ha Albániában, akkor nem biztos, hogy Európa-bajnok lettem volna. Tehát ezt én nagyon jól szerintem tudom kezelni magamban, és én abszolút hálás vagyok, hogy ez így alakult, és nem panaszkodom egy fél percet sem. Mégis, amikor lehetett, akkor elszerződtél külföldre. És érdekes volt, hogy felajánlották neked, hogy mehetsz oda, ahol Csilla van. Erre még emlékszel ezek szerint. Talán utcát is neveztek el róla. És te nagyon nem akartál oda menni. Volt ennek köze a korábbi együttes életetekhez, vagy egyszerűen azt láttad, hogy te jobb, hogyha egy független, önálló, egyetlen magyar vagy egy klubban, még ha az oly kicsi is. Ez az utóbbi volt inkább. Szerintem
úgy emlékszem, hogy ezt Csillával utána letisztáztuk, mert ő nagyon szerette volna, hogy oda megyek, de nekem pontosan az volt, tehát nem az volt, hogy jaj, ne a Csillával, mert nem jó, pontosan az volt, hogy vele nagyon jó volt együtt dolgozni, és rengeteget tanultam, és tudtam, hogy ő ott mindenben segíteni fog, de úgy éreztem, hogy ha én ott vagyok, akkor én mindig az lesz majd, hogy jaj, Csilla, segíts ebben, vagy esetleg hogy csináljuk, vagy esetleg zavarom őt, tehát úgy gondoltam, hogy jobb, ha én a saját utamat megpróbálom, nem egy kitaposott útra lépek rá, hanem megpróbálom egy másik klubban, és remélem, hogy ő ezen nem sértődött meg, de szerintem nem, és nagyon hálás voltam neki, hogy ott mindent megtett, hogy én oda szerződjek, de úgy érzem, hogy ott nem tudtam volna úgy kijárni azt az utamat, amit most így visszanézve kijártam. Hogy kezdődik egy ilyen külföldi élet? Megérkezik az ember, kiszáll a kocsiból, van nála bőrönd. Pokoli. Azt hiszem, hogy egy játékos társad lakásában laktál először, ő főzötte, megetted, amit ő főzött. Fordítva, ő elette az én kajámat. Igen. És hogy egyáltalán beszélted a nyelvet, vagy hogy kezdődik az élet ilyenkor? Hát pokoli volt, mert elég nehéz volt kiszerződni, ugye azért én a Stadba játszottam 15 évet, és azt mondták, hogy jaj, hát persze Csillához mész, ők már tudják, hogy alá is van írva a szerződés. Nem megyek Csillához, még nem tudom, hol megyek. Én azt tudom, hogy egy kicsit, nem is kicsit, nagyon környezetváltozásra van szükségem, mert belefásultam, és 26 éves voltam, 25-26, úgy még volt, éreztem, hogy van bennem még jó pár év, és ki szeretném magam próbálni, és tényleg nem a pénz miatt. Az volt a legutolsó, komolyan mondom, hogy az volt a legutolsó, de amikor kiszerződtem, mondta az edző, hogy itt 500 néző lesz meccsenként, hát teljesen el voltam hűlve, hát azért a Stadban legtöbbször apukám volt, meg anyukám, meg az ellenfélnek az anyukája, meg az apukája, és nekem ez olyan kihívás volt, én mindig szerettem sok néző előtt játszani, és kiszerződtem, emiatt egy picit tényleg olyan macerás volt, mert olyan rossz szájízzel mentem el, de emlékszem, amikor megérkeztem, akkor bementem ebbe a lakásba, ahol együtt laktunk a csapattársammal, és kiültem az erkére, és azt mondtam, hogy úristen, hogy itt mennyire magányosnak érzem magam, és mit keresek én itt, és tényleg miért adtam fel azt a tutit, és majd jövőre elszerződök bárhová, csak itt nem, pedig nem is ismertem, csak tényleg ez olyan nyomasztó érzés volt, hogy olyan egyedül érezted ott magad. Most azért aranyosak voltak a csapattársak, de hát nekik valahol tök mindegy volt, hogy te hogy érzed magad az első napokban. Aztán ez azért gyorsan megváltozott, tehát az ember megszokta. Ugye 15 év után egy teljesen más terembe edzeni, nem ismered a csapattársaid, nem tudod, hogy hogyan viszonyulj a többiekhez, Németország, kicsit ritegebbek az emberek. Úgyhogy az első pár hét azért kemény volt. Téged vélhetően azért szerződtettek, hogy nyerd meg a meccseidet. Ez meg a másik, ugye, hogy tehát nem ez a jó kis tök mindegy, mit játszol, azért szerettünk a mi lányunk, vagy hanem én voltam az egyes számú játékos, akit azért hoztak oda, hogy nyerjem meg a meccsémet, az 500 néző azért jött ki, de abban a szezonban minden 40 meccsemet megnyertem, párost is mindent megnyertünk, és bajnokok lettünk, feljutottunk, ami nagy vágya volt a klubnak, mert előző évben a Kropach elütötte őket a továbbjutást, az is olyan érdekes, hogy utána 10 évre rá, meg, vagy nem is 10 évre, 7 évre rá a Kropach játékosa lettem, és feljutottunk, és akkor 500 ember őrjöngött a másodikra, vagy pici terembe, tehát azért nagy élmény volt. De nagyon megszerethettek, mert volt egy olimpiai negyedik hely, igen, ahol ők küldözgették a buzdító SMS-eket, tehát Németországból küldözgették a világ másik sarkába egy magyarnak, úgyhogy akkor még nem is játszottam egy poént se. Tehát ez azért nagyon nagy dolog volt, és amikor visszajöttem, tehát az első meccsre mentem, akkor kaptam ott a helyi úszodában, ilyen termálfürdőbe egy belépőt, ami nem is kevés pénzbe került, hogy bármikor mehetek, CD-t, tényleg talán még valami kis pénzjutalmat is, és tényleg az egész falu ott állva tapsolt az első meccs előtt, tehát mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy azért ez fantasztikus, ez az elismerés. Hogy nem azt mondom, hogy ez Magyarországon nem volt meg, de valahogy úgy, jó, hát persze, nem rossz meg, ügyes voltál, mindig is tudtuk, hogy ügyes vagy, tehát hogy egy kicsit az, hogy úgy érezze az ember, hogy ez most egy különleges nap, ez nekem úgy nagyon hiányzott, és ez úgy bennem ragadt, hogy ez első nap így zajlott le. 5 olimpián szerepeltél, és ha már belekaptunk egy kicsit ebbe a negyedik helybe, hogy ennek azért két megközelítése van szerintem. Tehát mi magyarok ugye a negyedik helyet azt ilyen felejtő kategória, uh-huh, már a bronzérmet is, igen, egyébként felejtő kategóriába tesszük, de abban a mezőnyben, ahol ti negyedikek lettetek,
abban a mezőnyben már körökkel korábban el lehetett volna búcsúzni, sőt, te melyik megközelítés vagy? Abszolút ez a csoda kategória. Tehát valahogy a YouTube-on rákeveredtem ezekre a meccseinkre, amit ott játszottunk, és úgy emlékszem, hogy rögtön az első meccs után 16 közijutásért, vagy valahogy úgy lehetett a két német-kínai ellen játszottunk két védő, akik zsenik voltak, tehát, és ők megvertük őket 3-0-ra. Tehát, hogyha belegondolok, már ott kezdődött, hogy ezt a legjobb európai játékos, ugye született kínaiak, Európában játszottak németek, levágtuk őket 3-0-ra, utána megvertük az ázsiai bajnok dél-koreaiakat. Tehát úgy játszottunk ott, mint az Isten. Tehát szerintem az úgy megmaradt az emberekben ez a negyedik hely. Pont ma beszélgettem apuval, mert ő neki egy picit még mindig fáj, hogy nem bronzérem, nincs olimpiai járadék, és hogy ez milyen igazságtalanság, soha nem kell lejátszani a bronzmeccset. De mondtam, hogy apu, negyedikek vagyunk, nem tudok mit csinálni, a fejem tetejére állok, sincs ott az érem, és nekem ez így jó, nem tragédia, hogy nincs. Jó lett volna, hát hogy ne olimpiai, első olimpiai érme a magyar asztali tenisznek, tehát azért egy akkora dolog lett volna. De ettől az élet nem áll meg, és ez legyen tényleg a legnagyobb bajom az életben, hogy most az a bronzérem nem tudom megváltoztatni, és szerintem az úgy benne maradt a nézőkbe, hogy emlékszem a barátnőm, aki ott a statisztikába edzősködött, akkor mondta, hogy másnap valami 30 gyerek jelentkezett pingpongozni, tehát ennyi, tényleg, ez a lényeg. Londonban is jó esélyed volt, Tajvan ellen mentél 3-0 meccs labda. Igen. Hogy amikor az ember már egy kicsit úgy, hát ha nem is kifelé megy, korban, de hogy nem de, jó, kifelé, nagyon is kifelé. De már nem a pályafutása csúcsán van egy olimpián, akkor fejben mennyiben áll hozzá más módon? Tehát nyilván mindenki győzni akar, nem ez a kérdés, hanem hogy tud-e ugyanolyan összpontosítással, lelkesedéssel, akarással menni? Ott igen. Tehát már a nemzetköziken nem annyira, mondjuk egy Bundesligán már azt mondtam, hogy aj Istenem, már lenne vége. Minek ez még nekünk az olimpián, az ott úgy voltam, hogy ott ha ketté rapom az asztalt, akkor is megverem ezt a tajvanit. Ugye azért egy kicsit fájt egy-két napig, hogy a meccslabda, de én tudtam, hogy ő nagyon jó játékos, és nem fogom tudni esetleg 4-0-ra megverni. Mondjuk ő meccslabdáknál olyan poénokat csinált meg, amit szerintem 100-ból 99-en én nyerek, de ott ő még rátett egy lapáttal, tehát még az se lehet, vagy azt sem mondhatom, hogy nem tettem meg mindent, vagy ott egy kicsit mást kellett volna csinálnom. Úgyhogy ott teljesen tehát extázisban voltam, ott is kim voltak ropaki emberkék, drukkoltak, kimentek az olimpiára, tudta, hogy játszani fogok, ott öröngött a lelátón, óriási érzés volt. Sajnálom, hogy nem, mert jó sor, utána lett volna a Feng Tian, vagy a szingapúri, akit vertem már, meg igaz, hogy negyedik a világranglistán, de szerintem ő nagyon örült, hogy nem én nyertem, hanem a tajvani. Tehát meg a magyar csapat is úgy figyelt, utána visszamentem a faluba, és az egész iroda, hogy fenne, egyen meg úgy néztük, hogy óriási volt. Tehát azért egy olimpián nagyon ott nem volt ez, hogy esetleg motiváció hiányott. Tényleg apait, anyait beleadtam. Az utóbbi 4-5 évben, vagy talán rövidebb az intervallum, a magyar asztali teniszt külföldről nézted. És azokat az embereket is, akik benne voltak. És azért valljuk meg, hogy történtek bizonyos dolgok, amik hát enyhén szólva sem előrefelé tolták azt a szekeret, amit pingpongnak nevezünk. Kívülről nézve mégis résztvevőjének lenni, az milyen? Tehát, hogy érintenek téged áttételesen azok a dolgok, amik történnek ebben az országban a szerelmetes sportágatban, de mégse vagy ott a közelében. Igen, én mondjuk azt a hibát sokszor elkövetem, hogy megpróbálom összehasonlítani a német-magyar dolgokat, nem szabad összehasonlítani. Kívülről is nézem a dolgokat, pozitív-negatív oldalra, rengeteg pozitív dolgot tapasztalok Magyarországon, de sajnos rengeteg negatívot is, és úgy érzem, hogy azért itt lehetne előre menni, hogyha tényleg olyan emberek lennének ott, vagy lesznek, vagy voltak, akik ugyancsak itt szívügyüknek veszik ezt a pingpongot, és komolyan veszik, tehát nem csak az, hogy belőle, hanem érte is élni. Hogyha ez meg lesz, és azt a pár emberkét összeszeded, és nem lehet minden, tehát az nem megy, hogy mindenki jobban van, és mindenkit csípek, mert azért egy olyan sport, a Németország is azt mondja, hogy hát azt nem tudja a fonákot tanítani. Annak fogalma nincs, válogatott ötzőn, semmi. Tehát ez megvan minden országban, hát az oroszoknál ugyanúgy, hát hallja,
beszélget az ember versenyeken, de hogy azért legyen egy valami olyan szerkezeti felépítés, hogy arra lehet építeni, és aki pofázni akar, az úgy is pofázni fog. Tehát lesznek olyan embereknek soha semmi nem jó, de hogyha azért úgy van valami formája ennek az egész dolognak, akkor azért itt rengeteg lehetőség van. Tehát én úgy látom, hogy itt iszonyú sok tehetséges gyerek van, vidéken főleg, a vidékenre nagyon oda kellene figyelni, és hogy egy rendbe lehetne tenni. De ugyanakkor ugye azért a régi dolgokból is volt nagyon sok jó. Tehát most lehet, hogy egy kicsit olyan semmilyen, amit mondok, de azért akik előtte voltak, azért vannak ott is olyan emberek, akiket meg kellene tartani és feladatot adni, de ugyanakkor egy kis frissítést belevinni. Tehát hogyha ez a kettőség így összejön egy normális közegben, akkor itt tényleg óriási dolgokat lehetne véghez vinni. Leúsztál itt jó sok évet, 10 és 20 között Magyarországon, és már azért mész bele Németországban is a hasonló intervallumba. Mi az alapvető különbség? Maga az ember, tehát a magyar ember és a német ember, vagy maga a pénz, tehát az euró és a forint, és az ahhoz való hozzájutás és annak mennyisége, vagy még van egyéb mentális, vagy pszichés, vagy egyéb ok? Rengeteg mindent tudnék erről mesélni. Igazából azért nehéz összehasonlítani, mert teljesen más a kettő. Tehát van egy Németország, egy 80 milliós Németország, tartományokra van felosztva. Minden tartománynak saját önálló szövetsége van. Az, hogy a tartományokon belül hogy zajlik ez a szervezés, ez minden tartománynak a sajátossága. Iszonyú távolságok vannak. Tehát itt Magyarországon mondjuk, hogy Szolnokról feljövök Pestre, azért az nem egy legyőzhetetlen távolság. Én volt úgy, hogy elmentem egy edzőközpontot meglátogatni, 400 km oda, 400 vissza. De nincs sebességkorlátozás az. Igen, az mondjuk besegített, csak mondjuk ilyen erdők között kellett mennem a végén. Tehát, hogyha találok is egy tehetséges gyereket, hová küldöm? Hogy szervezem meg az edzését? Szóval én úgy látom, hogy ez Magyarországon egy picit egyszerűbb lenne, ide fel lehetne vagy Pestre hozni, vagy mondjuk egy 4-5 edzőközpontot valahogy felállítani, Szeged, Pécs, Miskolc, azért itt minden, ezekben a városokban nagyon nagy pingpong élet volt a 70-es, 80-as években, 90-es években, és természetesen a pénz is különbség, de úgy érzem, hogy azért most ez a 16 kiemelt sportnak bekerült a pingpong, ha nem is olyan összeggel, amire számítottunk volna, de azért van benne valamennyi pénz, nem minden pénzkérdés. Tudom, hogy az a szövetségnek adóssága volt, meg tartozása, rendbe tették, de igazából az kellene, hogy valaki ezt, én arra is gondoltam, hogy egy sportigazgatói tiszt nem lenne rossz, tehát hogy összefogja ezeket a különböző korosztályos edzőket, a válogatott edzőkkel együttműködne, tehát én úgy érzem, hogy egy kicsit ebbe lehetne fejlődni, de nem akarok tényleg messziről jött ember azt mondani, amit akar. Te ismered a mostani vezetést? Beszélgettél már velük, vagy volt megkeresés, hogy te, Kriszta, mégiscsak hoztál ennek az országnak egy pár érmet, üljünk le. A világbajnokságon megismerkedtem a Nátrán Roland elnök úrral, beszélgettünk, ott az egész csapattal beszélgettünk egy órát, este beültünk egy üdítőre, és akkor szerintem nagyon jót beszélgetett az egész csapat, és mindenki azt mondta, hogy olyan jó lenne, ha rend lenne, mert mindenki dolgozni szeretne. Tehát aki azért ott van a válogatottban, az arra vágyik, hogy nyugodt körülmények között dolgozhasson az ember, de azon ugye hát én is kint dolgozom, nekik is rengeteg tennivalójuk van, azért annyira nem volt sok minden közös pont, nem nagyon ismerem azon kívül az új embereket, tehát a főtitkárral még nem találkoztam, szeretném őt megismerni, aztán meglátjuk, hát ugye meg kell ismerni az embernek egymást, hogy véleményt tudjon alkotni. Te most milyen státuszban vagy? Tehát pingpongozol, edző vagy, sportvezető vagy? Mindenből egy kicsit. Hát igazából most a fő foglalkozásom, ez ilyen szakmai referens vagyok a Bajor Szövetségben az utánpótlás részére, ez 0-tól 18 éves korig. Ugye a tartományi edzőknek a munkáját koordinálom majd, elvileg ugye körülbelül 6 hónapja kezdtem el dolgozni, még az én munkaköröm is úgy kijön, tényleg feltöltés alatt. És edzőtáborokban megyek a gyerekekkel versenyekre, megpróbálom ezeket az edzőközpontokat meglátogatni. 7 edzőközpont van Bajorországban, ugye olyan nagy, akkora, mint Magyarország is. És ezen töröm nagyon a fejemet, hogy lehetne ezt minél hasznosabban megszervezni, hogy tényleg a gyerekeket valahogy oda irányítani, hogy jó edzés van, mert nálunk az a legnagyobb probléma, hogy nincs nagyon klubedzés, amit Magyarországon azért megvan a kluboknak.
saját termük van, nagyon sok klubnak saját terme van, főleg Budapesten főállásban foglalkoztatják az edzőket, akik foglalkoznak a gyerekekkel nálunk. Majdnem mindenki másodállásba csinálja a szabad idejébe, és a, sajnos a színvonal az nagyon, nagyon alacsony, tehát nem tudják a gyerekeket az alapszintre megtanítani. Ez is egy feladatom, de hát ez nem lehet már holnapra. Úgyhogy rengeteg meló van. Ugye meg én se tudom még pontosan, hogy még mit kell belevenni, de sok adminisztratív munkám is van. És emellett még játszom Langvegybe a második ligába. Egy 6-7 meccsre aláírtam, de érzem, hogy egyre nehezebb. És hogy megy egy ilyen felkérés? Krüszkot, Krisztina, haben Sie ein Zeit, és akkor leültök beszélgetni? Vagy, ich tehát, hab mich beworben. Tehát jelentkeztem. Jelentkeztem. Volt egy pályázat, és simán, tehát teljesen normálisan beadtam a pályázatomat önéletrajzal, elképzelésekkel, mindenfélével, és behívtak felvételi beszélgetés, ami furcsa volt. Casting? Ja, olyasmi. Furcsa volt, mert aki az irodát vezeti, tehát ilyen főtitkárszerűség, őt nem ismertem személyesen. A tartományi edzőt, aki a felvételi beszélgetésen ott volt, ő vele már találkoztam, de úgy vele se, tehát úgy mindenki tudta, hogy ki kicsoda, de még személyesen nem találkoztunk, és akkor ugye ők, hogy jelentkeztem, hogy tervezem, és utána most mondta az elnökön, persze az elnök, van az elnök, aki egy tényleg egy nagyon-nagyon rendes ember, és nagyon jó lelkű, odafigyelő, mondta nekem utólag, amikor felvettek, hogy a Német Szövetségből, a DTT-ből a sportigazgató felhívta, és gratulált, és azt mondta, hogy az utóbbi évek legjobb döntése volt, hogy engem választottak. Úgyhogy így kezdtem a pályafutásomat itt az irodában, úgyhogy ennek meg kell majd felelnem. És ez hogy megy? 8-tól 4-ig? Uh-huh. Iroda? Számítógép? Egyelőre iroda, igen. Kocsi? Egyelőre. Bejárni ország? Uh-huh. Pontosan. És elfogadnak? Nagyon, tehát nagyon rendesek a kollégáim. Annyira jól fel van építve, heten dolgozunk a Bajor Szövetségben, és mindenkinek megvan a kis saját területe, de annyira jól működik, hogy mindenki tudja, hogy mi hol van. Tehát amikor mondjuk azt szeretném megkérdezni, hogy is volt ez az edzőtábor elszámolás, akkor bemegyek a kollégámhoz, aki ezt intézi, és akkor így hátra nyúl, és akkor mondja, hogy hát itt ennyi meg ennyi. Tehát olyan 30 másodperc alatt megad nekem minden adatot. Akkor hogy kell benevezni a gyerekeket az edzőtáborba, akkor másik kolléga nem leveszi ezt a gyere, ezt és ezt, tehát ez félelmetes, hogy így van. Vagy ha valami kell, akkor a számítógépen, jó, nekem félelmetes, lehet, hogy Magyarországon is ez így működik, de nagyon előjár a Bajor Szövetség ezekbe a dolgokba, úgyhogy ha a számítógépen is valamit keresek, már pontosan tudom, hogy hol keresem. Nagyon flottul működik ez a dolog. De ugye ettől nem repül át, mindig ezt mondja a német, hogy ettől még nem megy át a labda a háló fölött, de azért nem baj, hogy ez így megvan, hogy tudja mindenki, hogy mi a feladata. Ez határozott vagy határozatlan időszak? Két évre szól. És mit tervezel? Hát megfelelni, nem tudom. Két igen, év alatt igen. Megfelelni? Szerintem az a baj velem, hogy én nagyon maximalista vagyok, és nagyon szépen szeretném csinálni. Ahogy pingpongoztam is, tehát nekem a fél munka soha nem volt elég, inkább ott maradtam szerválni, megkértem a srácot, hogy még pörgessen nekem, és nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszik, tehát azért azt azért tegyük hozzá, hogy Bajorországban is emberek élnek, és ugyanolyan esendőek, mint bárhol máshol, és azért arra figyelnem kell, hogy ugye én most 5 hónapja ott vagyok, vagy ha most lesz 6 hónapja, hogy szépen lassan, hogy várjam ki mindennek, azért ne akarjak túl sokat egyszerre, mert ugye én már minden gyereket ki legszívesebben úgy edzeném, ő kiválasztanám, tehát nagyon pörgök. És a két év múlva azt mondják, hogy Nox 2, vagy Nox 5. Meglátjuk. Mert nekem egyelőre, ahogy mondod, irodában vagyok, és nagyon hiányzik a terem. Tehát azért azt természetesen meg kell várnom, kialakuljon. Most szervezzük meg, hogy indul el a jövő év, milyen edzőközpontok maradnak benn, hogy zajlik le egy edzés, ki tartja az edzés, azért ezeket le kell azért is dokumentálni, hogy tudja az ember, hogy mihol zajlik. Ha bárki is rákérdez, az ember X ezt az edzést és edzést csinálja. Tehát amíg ezt nem rendezzük, addig muszáj az irodában lennem, mert ennek ezt ugye azért meg kell szervezni. De amikor ez már úgy beindul, és már csak annyi, hogy jó, küldöd az elszámolásodat, megvan, rendben van, tudom, mert előtte tudom, hogy te ott dolgozol, akkor nagyon szeretném, hogyha ilyen fele 50-50-ben menne át az iroda és a terem. Mert úgy érzem, hogy a gyerekeknek azért még rengeteg mindent át tudnék adni, és ilyen edzőtáborokba be is bizonyosodik, amikor egyszer-kétszer már beszálltam, tehát nagyon szeretnek velem játszani, meg én is velük, tehát tényleg tündériek a gyerekek is. És amikor látod, hogy ott susmutol az egyik 12 éves kislány, és
egy óra után mondja a tartományi edzőnek, hogy valamit, mondom, hát biztos túl intenzív volt, vagy túl sokat magyaráztam, és utána odajön, hogy azt kéri a Laura, hogy játszanál le vele még egy órát, hát ennél több tényleg nem kell. És ha mondjuk 2 év múlva, vagy 2 éven belül a Magyar Szövetségtől megkeresnének, hogy hát szívesen látnának, mondjuk egy szakmai igazgatói pozícióban. Jókat kérdezel. Hát figyelj, én nagyon szeretnék a magyar asztaltenisznek visszaadni abból, amit én kaptam. Tehát ez egy valahol egy olyan belül bennem olyan, hogy természetesen magyar vagyok én ott, azért még nem mondom azt, hogy csak külföldi vagyok, mert fantasztikusan megbecsülnek, és az, hogy engem magyarként a bajoroknál, akik kifejezetten a saját, tehát hogy németet, mindig, hogy németet választanak mindenféle pozícióra, tehát hogy mondták is nekem, hogy téged úgyse fognak választani, mert hogy oda német kell. És nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, de hát ez az ember szíve csücske a magyar asztali tenisz. Tehát én biztos vagyok benne, hogy tőlem nem tudnak olyat kérni, amit nem próbálok meg, tehát amit ne próbálnék meg teljesíteni és segíteni és együtt dolgozni. De hogy ez 2 év múlva hogy néz ki, ez annyira messze van, és meg kell várni, hogy itt hogy alakulnak a dolgok, meg kell várni, hogy ott, nem tudom, nem tudok rá mit válaszolni.